Folyamatosan érkeztek a látogatók a gyarmati vigasságokra szombat délután. Fehér gyarmat a Szatmári térség központi települése idén már 14. alkalommal adott otthont a háromnapos rendezvénynek. Az első években hagyományőrző jelleggel indult programsorozat már a nagyszabású fesztivállán nőtte ki magát, hangzott el a megnyitón. A névből adódott ugye a gyarmat törzsből adódott, és ebből jött az ötlet, hogy a gyarmat nevű városokat próbáljuk összehozni egy rendezvény erejére. Sokáig ment ez a kezdeményezés, most az utóbbi időben már ez nem volt így. Mindenkinek van elfoglaltsága, mindenkinek vannak nehézségei. Így egy kicsit fesztiválosabb jellegűvé vált a rendezvény, de természetesen emellett ugyanúgy a hagyományőrzésnek is fontos szerepe van. A településeknek nem csak kulturális, hanem gazdasági kapcsolatai is vannak. Több közös határon átnyúló pályázatban is részt vesznek. A Kárpát-medencében közel 10 gyarmatutó nevű település van, és bár nem mindenki tud részt venni minden évben a vigasságokon, a kapcsolat így sem szakad meg velük. Mindig igyekszünk megszólítani, több-kevesebb sikerrel is jönnek, és hát egy testvértelepülési megállapodásunk is van a Párkány mellett található Kőhíd gyarmattal. Még azért itt van egy kicsi hiányosságunk, hiszen talán a távolság az oka annak, hogy bár megvan a partner kapcsolat, meg a testvérvárosi kapcsolat, de még azért nem annyira élő, mint amennyire lehetne. A színpadon színes produkciók várták a vendégeket, a legkisebbeket pedig külön gyermekprogramok szórakoztatták. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke szerint ezek a rendezvények növelik a térség turisztikai vonzerejét. Kiemelten fontos, bár a lehetőségeink most egy picit megcsappantak a korábbiakhoz képest, hogy kulturális rendezvényeket támogassunk, de ettől függetlenül azt az energiát, amit rá tudunk fordítani, azt természetesen megtesszük, és a megyében pedig kiemelten fontos az, hogy olyan rendezvények valósuljanak meg, amely egyrészt a települések identitását erősíti, ezáltal a megye identitását is. Fehérgyarmat és térsége nem csak kulturálisan fejlődött az elmúlt években. Jelentős infrastruktúrális beruházások is megvalósultak a közelmúltban a városban. A közúti közlekedés tekintetében tapasztalható jelentős fejlődés. Itt amit kiemelnék, az, hogy közútfelújítások valósultak meg az elmúlt évben, különösen 2014-15-ben és a 16. év első felében is. Ez közel 50 kilométeres útfelújítást jelentett. A 14. gyarmati vigasságokra pénteken, szombaton és vasárnap is várták a vendégeket. Tavaly összesen mintegy 13 ezer látogató volt kíváncsi a programokra, a szervezők idén is ehhez hasonló érdeklődésre számítottak.